Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Ismét egy röplabda mérkőzéssel jelentkezünk adásban. Ezúttal a Teva Gödöllői Röplabda Klub csapata az Olympiakos Pireus együttesét fogadja, akik Görögországból érkeztek. Ez nem a nemzetközi, ez nem a közép-európai liga egyik mérkőzése, hanem a 2013-as Challenge Kupa, a második legrangosabb európai kupa, amelyen elindult a Gödöllői Röplabda Klub felnőtt csapata. A játékosok köszöntik egymást, és aztán meg is kezdődhet a mérkőzés. A görög csapat tegnap érkezett a városunkban. Egyet edzettek ma délelőtt, és most várjuk azt, hogy milyen játékot is láthatunk majd tőlük. Következzék a játékvezetők bemutatása. Sajnos a szerdai időpont látszik a lelátón, hiszen egy picit kevesebben vagyunk a megszokottnál. Dear sportsmen, the first referee name is Mrs. Alida Sotiriu. Az első játékvezető nevét nem teljesen értettem a helyi műsor közlőtől, de remélem, hogy Ivana a második játékvezető, véleményem szerint jól fogják fújni ezt a találkozót is. Nézzük a két főszereplő összeállítását. Próbálom fürkészni, hogy melyik csapat kezdi majd a mérkőzést, hiszen akik a nyitás jogát nyerték el, azokat fogják először bemutatni. A vendég Olympiakos csapata kezdi majd a mérkőzést. Hármassal Kozma Sofia. Hatossal Lukovics Ivana lép a pályára. Nyolcassal Giacomi Dimitra. 12-essel Blanco Aleoscar. 14-essel Cristidolu Stiliani. 18-assal pedig Teneva Milicevic Radosteva. Hát ez nem egy görög hangzású név, valószínűleg egy idegen légiósról van szó. Valóban egy bulgár játékos és a csapat liberója. 10-essel Konomi Areta. Nézzük a gödöllői csapat összeállítását. A magyar csapat Teva GRC neve jön. Egyes számmal Krigeléva! Egyes számmal a csapat kap, az irányítónk, a feladónk Krigeléva érkezik. Négyessel Molnár Németh Zsuzsanna. Érkezik Merkoszki Tünde, ő lesz tehát az egyik center. Szakmári Gréti 11-essel. És itt érkezik a csapatkapitányunk, a másik centerjátékos, 13-assal Széles Petra, majd Csengeri Petra, a csapat liberója pedig sárga mezben Lékó Lilla. Ez tehát a mai összeállítás. A csapat edzője Ludwig Zsolt, másodedző Szalai Attila. A görögök kezdhetik tehát a mérkőzést. Közben itt egy kis technikai szünet és tollat kapok a kollégától, akitől ezúttal is megköszönöm ezt. Hát akkor lássuk. A játékvezetők elrendeztek mindent a pálya körül, és úgy tűnik, hogy kezdődhet a találkozó, minden rendben van, a zsűri asztal bólint. És számomra meglepő módon a gödöllő kezdi a mérkőzést. Ezek szerint a bemutatási protokoll itt most borult. Mi kezdjük a meccset, Krigelévi. Egy jó fogadás a libero részéről, és már is egy meglepő húzással, ejtéssel vezetést szereznek
a gödöllője. 1-0 a Pireusznak. Gréti fogad jól, Németh Zsuzsi próbálkozik, és megvan az első gödöllői pont. A blokk szét léről, outra pattan a labda. Egyenlítünk. A találkozó visszavágójára egyébként a jövő héten kerül majd sor Görögországban. A két mérkőzés összesített eredménye alapján jut tovább a győztes. Jól támadunk vissza, de aztán a görögök ezt még jobban teszik. 2-1 ezzel a vendégek javára. Amennyiben az egyik csapat nyeri az egyik, a másik pedig a másik mérkőzést, függetlenül a játszmák arányától egy aranyszetre kerül a sor ott a helyszínen. Tehát akár az a helyzet is előállhat, hogy 6 játszmát kell játszania a két csapatnak. Merkoszkival szemben győzött a magasság. 12-essel Blanco nyomta vissza a labdát a gödöllői térfélre. Gyakorlatilag tündik ezével együtt. 3-1-re lépnek el a görögök. Egy nagyon szűk labdát kapott Szakmária szélén, de ez is szűk. Nem tudjuk kihasználni. Csengeri mellé nyúl, Merkoszki nem ért ki. 4-1-re vezetnek a vendégek. Egyelőre viszonylag könnyedén. A fogadásunk elakad. Ezt mind a 4 vonalbíró jelzi heves zászló lengetéssel. Ezúttal 6 játékvezető kíséri figyelemmel a mérkőzést. Minden vonalon egy-egy vonalbíró tevékenykedik zászlóval a kezében. Ők segítik az első, illetve a második játékvezető munkáját. Viszonylag kicsi a hibázás valószínűsége. Reméljük Merkoszki sem hibázik. Merkoszki emeli föl Németh Zsuzsi hátulról. Könnyedén szelidítik meg a görögök. A szélén támadnak vissza. És Csengeri és Kriegel nem értették meg egymást. Végül is a labda leesett a parkettára a lábuk elé. 6-2. Ismét a görögök jöhetnek. Egyelőre meglehetősen visszafogott játékkal kezd a gödöllő, de a vendégek 2 nyitásrontással jelzik, hogy ők is tudnak hibázni. 6-3. Csengeri első nyitása következik a mérkőzésen. Szépen jön, de szépen meg is birkózik vele, egy kicsit ütemtelenül kapja Blanco középen. Megoldja. Venezuelai egyébként Blanco, és a 25. életévében jár. Gyakorlatilag kiüti Szakmári Grétit, de őt ez nem zavarja meg, szépen támad vissza majd. Blokkal nem sikerül megállítani a vendégek átlóját. Lukovicst. Az első technikai idő 8-3, sajnos nem a Teva gödöllő javára. Közben fürkészem a vendégcsapat kezdő hatosának hova tartozását. Azt látom, hogy itt Lukovics Szerbiából érkezett a balkezes átlójuk, aki mindösszesen 20 esztendős. Van egy venezuelai a kezdőben, és egy bulgár játékos. Azt mondja, hogy 10-essel látható a liberójuk, aki albán. Nézzük, mikor találom meg az első görögöt. 18-assal a bulgár játékos megvan, 8-as, 3-as. 3-assal Sofia Kozma, az egyik görög játékos. És 14-essel
a feladó. Amit viszont láthattak a képernyőn, az egy ász. 9-3-ra vezet most már a Pireus. Jó lenne valamivel előrukkolnunk. Gréti menti meg Németh Zsuzsi gyengére sikerült fogadását. Blokk nélkül tudnak támadni. Ez hatalmas szó egy ilyen mérkőzésen. Kriege Lévi elmélázott ott középen. És szabadon hagyta az emberét. Ludwig Zsolt kikéri az első idejét, amit visszautasítanak. Így viszont, hogyha 8 másodpercen belül nem nyitja el a görög játékos a labdát, akkor a gödöllői a pont. Furcsa eset ez, de néha-néha látni rá példát. A magyar edző, jelen esetben Ludwig Zsolt, későn kérte ki az idejét, a második játékvezető ezt elutasította, és a játékvezetői sípszó után 8 másodperc áll a rendelkezésre a szervát végrehajtó játékosnak, hogy elvégezze a nyitást. Kriege Lévi közben, szabálymagyarázat közben egy váratlan húz. És az egyik leghangosabb a pályán az Ludwig Zsolt, próbálja tüzelni a csapatát. 10-5-re módosul az eredmény. Azt még nem mondanám, hogy zárkózunk, de igyekszünk. Németh Zsuzsi kezéről könnyen pattintja ki a labdát. Lukovic, és mehet is szerválni. Tehát itt a sípszó, és innentől 8 másodpercen belül el kell végezni a szervát. Meg is teszi ezt. Széles Petra próbálta a blokkra ütni a szűk feladást, nem találta el. Így már 7 pont a görögök előnye, és nagyon úgy tűnik, hogy sétagalop lesz a számukra ez a játszma, ha csak nem avatkozunk közbe hathatósan. Ludwig Zsolt már készül is erre, és kikéri első idejét. Ezúttal szabályos körülmények között meg is kapja. 13-5. És sajnos a statisztikához hozzá tartozik, hogy az 5 pontból 2 ajándék volt, hiszen a görögök elrontották a nyitásukat. A két játékvezető konzultál valószínűleg az előző esetről, és megegyeztek abban, hogy jó ítéletet hoztak az előbb. Ő az egyetértés. A balkezes átló, Lukovic a nyitó sarokban, 190 centis játékosról van szó. Kriege Lévi pörgeti autra. Ismét Lukovic szerválhat, a görögök számára a 10 pontos előny kialakulásáért. Ez Csengeri ajándékozza oda nekik, 15-5. Valamit tennünk kellene. Németh Zsuzsi érkezik, ezúttal a sáncról, outra pattan a labda, megszerezzük a 6. pontunkat, kinkeserves volt, de megvan a 6. El kellene indulni, gyerünk Petra, most szükség lenne azokra a jó felugrásos szervákra, hát ha az egy picit meglepi a görögöket. Bizonyám! Nem is tudott vele megbirkózni a csapat liberója, az albán Konomi, aki már az idősebbek közé tartozik, csapatán belül természetesen. A második szervát viszont könnyen szelidítik. Mi meg vissza tudunk támadni ebből. Csengeri hátulról, egy lábról. Egyelőre nem megy ma Petrának.
bár nem sok lehetőséghez jutott eddig. 16-7-nél érkezünk a második technikai időhöz. Valamivel fel kellene rázni a gödöllői lányokat. Reméljük sikerül ez a Ludwig-Szalai edző párosnak, hiszen azért jó lenne kis erőlködésre kényszeríteni a görögöket. A görög edző közben hevesen a taktikai táblán rajzolgat és magyarázza a lányainak a következő támadási vagy védekezési variációt. De egyelőre mind a kettőben jobbak a görögök, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden játék elemben egyelőre értékelhetőbbet produkálnak, mint a dőlői csapat. Na nézzük, mikor tudjuk megállítani őket. Egy görög lány, Kozma Sofia végzi majd el a nyitást hosszan. A 8. pont, ebből 3 ajándék. Teljesen mindegy, ez az eredményjelző nincsen bekarikázva, hogy melyiket kaptuk ajándékba és melyikért dolgoztunk meg. Ez természetesen csak az érdekesség és a szakma miatt fontos persze egy-egy mérkőzés elemzésénél. Ezúttal sem sikerül a sáncunk, és érkezik Luther Liza Kriegelévi helyére. Luther Liza az előző bajnoki mérkőzésen 0-2-es hátránynál a gödöllői szempontból Linzben 2-0-as linci vezetésnél állt be, és onnan sikerült a csapatnak fordítani, amiben neki is oroszlán része volt, ezúttal egy rossz érintéssel kezd. Írjuk ezt még a hideg ujjak számlájára és a izgalom számlájára. Németh Zsuzsi. Csengeri kaphaja ebből a labdát, akinek ma még nem volt helyjel közel jó ütése, bár statisztikát nem vezetek. Csupán az emlékeimre hagyatkozok, de már Ludwig Zsolt elővette Csengeri cseretábláját is. Merkoszkival szövetkezik Luther, és sikeres az akció. 19-9, maradunk a 10 pontos határnál. Reméljük sikerül egy picit közelebb zárkozni a görögökhöz így a végjátékban. Németh Zsuzsi. Alkarral emerik neki föl. Jónak tűnik a gödöllői blokk, nem akad el. Liza kiteszi a szélére, Csengeri próbálkozását lefülelik. Ezúttal viszont elakad a plafonban a labda. 20-9, az eddigi legnagyobb különbség a mérkőzés folyamán. A kimondhatatlan nevű görög játékos szervál. Kimondhatatlanul jól. 21-19. Bár csak 21-19 lenne, ez egy freudi elszólás volt. Természetesen 21-9 csupán az eredmény. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, nem tudjuk felvenni a ritmust. Ez azért egy jóval magasabb szint, mint a Közép-Európai Liga, bár ott is olyan csapatok vannak, akik a Challenge kupában sorra elindulnak. A mai napon egyébként egy másik magyar csapat, a Vasas csapata is Challenge kupa mérkőzést játszik Budapesten. Mivel nem vagyunk internetes kapcsolatban, ezért nem tudok arról a mérkőzés eredményről beszámolni, de lehet, hogy a játszma szünetében a kollégáim majd segítenek ebben. Hát, ha nekik jobban sikerül a találkozó. De ne temessük még a mérkőzést. Ezt is hozzák a görögök. Fantasztikusan játszanak. Ez viszont a hálóról pattan. Így 4 érintés. 21-10. Ezzel a ponttal. Merkoszki érkezik.
szerencsésen át gurul a labdája a háló tetején. Ezzel nagy örömünkre szolgál, hogy ismét visszaállt a csak 10 pontos különbség. Jó lenne a végét egy kicsit megnyomni, hogy a következő játszmára egy pici lendülettel érkezzenek a gödöllői lányok. Talán ebből is lehet keresni valónk. Merkowski Szakmárival oldatja meg a feladatot Luther Liza. És most kellene egy sánc. Az sem sánc volt, hanem hálószegély. Ismét 4 érintés. 21-12. Éledezik a gödöllői játék. Csengerinek nem megy, sajnos. Ezúttal is blokkolják. Blanco volt az eredményes. 22-12. Ez az érintés is bepörgött Liza kezei közé. A játékvezető szabálytalannak minősítette jogosan. Ezzel 2 pontra kerül az Olympiakos Pireus a Challenge Kupa első fordulójának első mérkőzésén itt Gödöllőn. De marad is 2 pontra a játszma megnyerésétől, hiszen 23-13-ra módosul az eredmény. Érkezik vissza Kriegel Évi az első sorba. Petra nem ért ki a szélére, mármint széles. Szakmárinak egyedül kellett volna megoldania ezt a feladatot, nem sikerült. Így Blanco a venezuelai vendégjátékos szerválhat az első játszma megnyeréséért. Csengeri játsza be Kriegel, széles, sikerül, jól van. Szép lassan gyűjtögetjük a pontjainkat. Úgy gondolom, hogy a második játszmára azért egy jóval vérmesebb és lelkesebb Gödöllő fog majd pályára lépni. Out, ezzel véget ér az első játszma, 25-14. Hadrendbe állt mindkét csapat a második játszmára. Ezúttal a görögök kezdhetik majd a szettet. Tulajdonképpen folytathatják a szerva sorozatukat, hiszen ők fejezték be az első játszmát. Közben itt egy kis technikai probléma állt elő, de ezen túl lendülünk. Sajnos a mérkőzés képe viszont nem változott egy pont után, ugyanis ismét a görög csapat szerzi meg az első pontot. De a második már a miénk, így egy-egyre módosul az állás. Német Zsuzsi kezdheti meg a pontok gyártását Gödöllői oldalon. Jó lenne itt a játszma elején egy 2-3 pontot szerezni, nem ér vissza Zsuzsi a szervája után. Ezt jól figyelte ki a vendégek feladója, akinek egyébként nem sok választása volt, kénytelen volt átpöckölni a labdát, de ezt jókor tette, és jól. Csengeri autra pörgeti.
3-1. Kísértetiesen hasonlóan kezdődött az első játszma is. Merkowski nem ért hozzá a sánc, a labda outra száll, ismét villámrajtot vesz az Olympiakos. Out, én úgy gondolom, hogy ez out volt, nem baj Gréti, csak be kell ütni. Itt a labda, és nagyon csúnyán betakarják Csengeri Petrát, akinek sajnos ma semmi nem megy. Így valószínűleg Ludwig Zsolt hamarosan elszánja magát a cserére. Egyelőre csak egy időkérésre gondolt. Ki is kérte. Próbál a lányoknak evidens dolgokról beszélni. Valószínűleg próbálják megtalálni görög oldalon azokat a helyeket, ahol esetleg könnyebben vissza lehetne támadni, azokat a pontokat a pályán, ami kevésbé van biztosítva, de egyelőre nem jutunk el odáig, hogy mi irányíthassuk a játékot. Változnia kell a játékképének ahhoz, hogy partiban lehessünk. Német Zsuzsi fogja ezúttal, Szakmári van bajban, nem ér hozzá a labda, és nincs meg a mezőn. Nincsen szerencsénk sem. Érkezik Krígel Zsófia Csengeri Petra helyére. Petra nem fogott ki jó napot a mai mérkőzés alkalmával. Nézzük, hát ha Zsófi hozzá tud tenni valamit. Fogadása után Szakmári kőkeményen, és játszik könnyedséggel fogják a görögök, másodszorra már nem tudják. Elképesztő, hogy milyen könnyedén adták vissza ezt az ütést, ezt egy magyar bajnoki mérkőzésen csak nyomozná az ellenfél. Itt pedig, mint a farról, visszapattan a labda. Merkowski tündi, sokkal jobban fogadnak a görögök. A feladójuk valami elképesztő módon sáncol. Ezt is lefülelték. Hatoson fognak visszajönni a hátsó sorból, de ezt most mi füleljük le? Krígel átteszi. Na végre egy hosszú labdamenet. És még mindig nincs vége. Németh Zsuzsi beüti! Az első valamire való értékelhető labdamenet. Gödöllői oldalon, itt a második játszmában, és egy hosszú labdamenetet nyertünk. Ez mindenképp dicséretes. Figyeljünk, mert a vendégek feladója továbbra is elsősoros. Hátulról támadnak ezúttal. Azért hallgattam el, mert azon gondolkodom, hogy miért ilyen ismerős nekem ez a hatos számú játékos görög oldalon, de már rájöttem, ha lesz egy szusszanásnyi szünetünk, el is mesélem önöknek. Széles, micsoda labda! Kriegelévinek és Szélesnek is megjött a kedve a játékhoz. Reméljük megjön mindenkinek. Gréti az előbb már észrevétette magát két hatalmas ütéssel. Jönni kell a többieknek is. 7-4, tartjuk magunkat. Mindössze 3 pont a különbség. A pörgetett nyitással jobban megszenvednek ám a görögök, mint a húzottal. Ezúttal két blokk is sikerül, és aztán elképesztő szerencsétlen a gödöllői csapat. A hálóról átcsorgó labda leesett a mi térfelünkön. Szóval ez a görög játékos, illetve szerb játékos, onnan ismerős nekem, hogy a 92-es válogatottal volt szerencsém megjárni az Európa-bajnokság döntőjét, mint vezetőedző, és a szerb csapatban, az akkor Európa-bajnoki ezüstérmes szerb csapatban volt két nagyon jó képességű átló, ráadásul mind a kettő balkezes. Na hát, Lukovic Ivana volt az egyik, aki nagyon közel állt ahhoz, hogy ott akkor Európa-bajnok legyen, de a belgák
legyőzték őket a döntőben. Egy nagyon jó játékosról van szó, ezt a mai mérkőzésen is bizonyítja eddig. És mindösszesen 20 esztendős. A csapat legtapasztaltabb játékosa nyitott görög oldalon. 18-assal Teneva Milicevic Radosteva. Rados Veta, a bolgár születésű átló, az idén volt 32 esztendős, ezzel ő csapatának legidősebb tagja. Szakmári ismét lefülelik, ők viszont beütik. Fantasztikus, hogy milyen könnyen hozzák össze a pontokat is. Mennyire élvezik ezt a játékot. Ez a szerva viszont széles. 10-5. Ennyi is volt az állás az első játszmában. Szinte másolják, kopírozzák a csapatok az első játékrészt. Sajnos egyenlőre. Na, végre egy blokk. Ebbe viszont nem másoljuk az első szettet, hiszen ott nem nagyon sikerültek a sáncok. Ebben a játék részben már kettő is volt. Na gyerünk, nézzük Szakmárit. Egy játszmát azért jó lenne elrabolni a görögöktől. Blanco! A hármas vonalra olajat fakasztó ütés volt ez. Megy is szerválni. Német elforgatja, beüti. Beüti. Az bizony a vonalon volt. Nagyon szépen látta meg Németh Zsuzsi, hogy élesen keresztbe kell ütnie ezt a labdát, hiszen remekül zárta a görög blokk. Ott viszont egy kis rés maradt a pajzson, megtaláltuk. Széles. Gyerünk Petra, keményen. Igen. Csengeri helyezkedett jól, hátsó a feladó, ne bántsuk. Bal kézzel ütötte el ezt a labdát. Ezt viszont mi jobb kézzel beütjük. 11-8. Na. Utoljára 4-1-nél volt ilyen szoros. Széles érkezik. Ezúttal egy picit aláüt a labdának. Így 12-8 most már a görögök javára, de sokkal biztatóbb a játék képe a második szedben. Krieger Évinek egyetlen esélye ez volt. Ez ki is használta, belekapaszkodott az utolsó szalmaszába. A görögök pedig nem gondolták, hogy ezt el fogja érni. Na nézzük, 3 pontra zárkózunk, Krieger Évi szerválhat. Ezúttal 6-os helyről érkezett. Lukovic. Jó a blokk, nem nyúl hozzá Lukovic, azt a hihetetlen, milyen lélek jelenléttel húzta vissza az alkarját. Micsoda blokk, micsoda agresszív, aktív blokk. Németh Zsuzsi megpróbált ejteni, könyörtelenül visszanyomták a görögök. Ludwig Zsolt ismét időt kér, ezzel már a második alkalommal szakítja meg a játékot. 14-9-nél
Azért emlékezzünk, hogy az első játszmában ekkorra már 8 pontos különbség is kialakult a két csapat között. Most csak 5, csak. De mindenképp közelebb vagyunk ellenfelünkhöz, mint a mérkőzés kezdeti fázisában. Egy picit higgadtabbnak tűnik most már a gödöllői lányok játéka, akik talán már feldolgozták, hogy egy görög csapat áll velük szemben, teletűzdelve idegen légiósokkal, remek játékosokkal, és ellenük kell megvívni ezt a csatát itt most Gödöllőn, majd egy hét múlva kint Görögországban az Olympiakos Pireus csarnokában, ahol vélhetően egy picit forróbb hangulat övezi majd a mérkőzést. Arról sajnos képekben nem tudunk beszámolni, de a honlapon, a www.grcvolley.hu-n elolvashatnak minden tudósítást. Németh Zsuzsi ásszal jelentkezik be, 14-11 ezzel. Újra csak 3 pont. Szakmári blokja jó ütemű, de rossz fele pattan a kezéről. A vendégeknél Giacomi, egy szintén görög játékos, szervált. Tehát a kezdő hetesükből, beleszámolva a liberót, 1, 2, 3 görög játékos van, és 4 idegen légiós. Mind a 4 idegen légiós máshonnan érkezett, bolgár, venezuelai, albán és egy szerb, a már általam sokat említett Ivana Lukovic 6-ossal. Nálunk viszont csak magyar játékosok a pályán, csak természetesen, csak izézőjelben. Mi is érünk annyit, mint ők, csak egyelőre nem tudjuk ezt bebizonyítani a mai találkozón. Azért vélhetően sokkal jobb körülmények között és sokkal jobb anyagi háttérrel rendelkezik ez a csapat, és jobb körülmények között készül hétről hétre a mérkőzésekre. És nem kizárt, hogy vérmesebb szándékai is vannak, mint hogy csak túljussanak az első fordulón. Nem ismerem a Challenge Kupa teljes mezőnyét, de azért a görögöknek időről időre jó röplabda csapataik szoktak lenni. 16-12, Merkoszki ismét a nyitó zónában. Ezúttal lefüleljük a vendégek irányítójának próbálkozását, és megtaláljuk a rést a pajzson. Krieger Zsófi egyelőre remekül teljesít. A rossz napot kifogó Csengeri Petra helyére érkezett a pályára. Egyelőre meghálálja a bizalmat, egy pörgetés, Krieger fogja. Németh kiszorított helyzetből. Majd a görögök kiütik, 16-14. Azt kell, hogy mondjam, szoros. Az eredményt elnézve, szoros. Időt kérnek a görögök. Az első idejüket kikérik. Na, hát én úgy gondolom, hogy ez már egy kis részeredmény, rész siker, hogy időkérésre kényszerítettük görög ellenfelünket, az Olympiakos Pireus csapatát. Akik egyébként összességében egy idősebb csapat, ami legalábbis a kezdőket illeti, nagy rész köszönhető ez a 32. életévében járó bolgár 18-as játékosnak, aki Milicevic. És hamarosan szülinapját fogja ünnepelni, hiszen november 21-én tölti be a 32-t. Ez a nyitás is jó. Mi az, hogy szoros? 16-15. Valami kis fény kezd felderengeni az alagút végén.
Reméljük nem a vonat jön szembe. És sikerül egy szoros végjátékot. Az az érintés is szabálytalan. Le is fújja a játékvezető. Ezzel 16-16-nál utolérjük a görögöket. Na, ez az lányok. Lehet egy jó kis végjáték, egy izgalmas hajrá. Merkósz kinyitása. Igen, át kellett tenni, hiszen mind a két görög hozzáért. Krieger Zsófi beüti. Gyerekek, nagyon szépen dolgozik Zsófi. 17-16. Először vezet a gödöllő a mai mérkőzésen. A második játszmában. Na, lehet ebből valami? Merkósz kinyitása ismét jó. Mi az, hogy jó? Ász. És gyanítom, hogy valamihez nyúlnia kell a görög edzőnek. Nyúl is. Hármassal lehozza Sofia Kozmát, és érkezik helyette kettessel Konstantinou Manolina, egy ciprusi játékos a változatosság kedvéért, tehát megfogyatkozott a görögök aránya a pályán. Merkósz kinyitása ismét nehezen fogható, sajnos Petra egy picit távol volt a hálótól, nem tette rá a csuklóját, így át csordogált a labda a mi oldalunkra. 18-17, és a görögöknek kell az eredmény után futni. Már ha nevezhetjük ezt futásnak. Ajjajjajjajjaj. Jól gondolta ezt talán Évi, hogy kiszorított helyzetből megpróbálkozik egy váratlan center támadással, de a labda egy picit szűkre sikeredett. Petra már nem tudta lefele irányítani. Görögök nem rontanak most nyitást, ismét széles. A görögök hozzák, és tudnak visszatámadni. Ebből meg lehet, hogy mi tudunk? Mi az, hogy tudunk? Szakmári, micsoda pont? 19-18. Egyel közelebb vagyunk a győzelemhez, mint ők. Egy ponttal közelebb az a bizonyos 25. Krieger Zsófi kritikus pillanatban ront. Eddig pedig nem tette ezt, se baj. Most Szakmári nem fogad, helyette Krieger. Ezúttal a fogadás rossz, a görögök könnyedén visszatámadnak, és már is 20-19-re ők vezetnek. Olyannyira futottak az eredmény után, hogy be is előztek minket. Ez a szerva is jó, nem lehet. Bíztam benne, hogy meg lehet, nem lehet. Ludwig Zsoltnak viszont már nincs több ideje, úgyhogy valamit ki kell találnunk. Csak cserénk van. Ki jön Gréti fogadni, ezt találta ki. Ludwig, Gréti meg is fogja. Széles kaplabdát, nem jó, de szépen az ellenfél blokkjáról kipattintva a labdát megoldja a nehéz helyzetet. Ezzel 21-20, sajnos a görögöknek. Szakmári nyitása is elakad. 19 fölött két nyitást rontunk. Ez sajnos nem fog beleférni a Pireusz ellen. A blokkról megpattanó labdát visszahozzák a görögök. A sáncunk viszont ismét rossz. Ezzel 23-20. Hát most már ők vannak közelebb a 25-höz. Méghozzá hárommal közelebb. Blanco nem ront. Évi ledobja. Csak keresztbe tudnak onnan támadni. Csak keresztbe. Ezt jól vette észre a gödöllői sánc, és betakarták a görög játékost. 23-21, életben tartva ezzel a reményeket. Széles érkezik, de jó lenne most egy férfias pörgetett szerva. Az lesz. És beüti.
Lukovics leüti. Szinte alig hibázik. Játszmalabdához jut ezzel a görög csapat, de látványosan nagy mértékben feljavult a gödöllői csapat játéka az első szethez képest, hiszen 20 fölött vagyunk mi is, a görögök is. De mi csak egy egységgel jutottunk a 20 fölé, míg a görögök elérték a 25-öt. Ez azt jelenti, hogy 2-0-ra vezet az Olympiakos Piraeus itt a Szent István Egyetem sportcsarnokában, és 43 percnyi játék után várhatja a következő játszmát, ami akár az utolsó is lehet, hogyha így játszanak tovább. Persze mi bízunk abban, hogy egy picit még itt időzünk, és láthatunk egy extra játszmát. Ehhez persze az kell, hogy a gödöllői csapat felülmúlja ellenfelét lelkesedésben, és minden egyébben, amiben csak lehet. A harmadik játszmájához érkezett a gödöllő Olympiakos Piraeus Challenge Kupa mérkőzés, amikor Krieger Évi egy nyitás rontással kezd. Ez nem túl biztató. Reméljük, hogy hasonló szettet tudunk produkálni, mint az előző részben. Lékó viszont lenyeli ezt a nyitást. Ezzel 2-0-ra ellépnek a vendégek mindjárt az elején. Így még sosem kezdtek. Mind a két játszmában 1-1-jel kezdtünk. Ezúttal 2-0 a vendégeknek, és most már 3. Németh Zsuzsi nézte el ezt a fogadást. Lékó ezúttal sem pontos a fogadása, és Krieger Zsófi a gödöllő nyerő embere. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen, szinte hibátlanul játszik. Nagyon kár azért az előző játszma végi nyitás rontásért, de azt leszámítva Zsófi beüti, amit kap, szépen dolgozik. Németh Zsuzsi messziről vissza kell érni. Ezúttal nem jó a föladás. Németh Zsuzsi ellen 3-as blokkot állítanak föl a görögök. És nem is tudjuk átütni. 4-1. Ez az eredmény viszont már ismerős. Az előző játszmában talán 4-1-nél vagy 5-1-nél kért időt először Ludwig Zsolt. Reméljük, hogy most nem hozzuk ilyen helyzetbe. Nem volt blokk, ehhez nem ért hozzá a sánc. Valahogy elslisszantott a kezek között, pedig nagyon kevés hely volt. Ezek szerint Zsófi megtalálta azt a kicsit. 5-1. Egy rövid szerva. Merkowski kettes blokkkal szemben. Ezúttal jó a gödöllői blokk. Blanco megy föl, és játszik könnyedséggel. Tulajdonképpen kosár érintéssel szerez pontot. 6-1. Jaj, de kár. Olyan jól alakult már az előző játszma. Most ismét visszaesett egy picit a gödöllő. Szakmári kap labdát, beüti. Még a liberó sem tudott ez ellen mit csinálni görög oldalon. Konomi nem érte úton. Mindösszesen 164 cm egyébként a görögök liberója. Közben nézem, Lékó Lilla 174, tehát 10 centivel magasabb, de ez semmit nem számít. Szakmárival szemben egy blokk, elég az, úgy gondolják. Lukovics szedte le Grétit. Ezúttal ismét Krieger Zsófi fogad Szakmári helyett. Krieger Évi, széles Petra.
a labda játékban továbbra is. Szépen emeli át Évi Grétinek, aki hálóba üti. Ezzel 8-2-re elhúz az Olympiakos Pireus az első technikai időnél. 6 pontos különbség a két csapat között. Olyan szép volt az előző játszma vége és közepe, amikor felzárkóztunk. Persze nyilván kellett ehhez az, hogy egy kicsit kiengedjenek a görögök, hiszen érezték, hogy játékban sokkal határozottabban tudnak fellépni a mai napon, és valószínűleg elegendő lesz a teljesítményük a mérkőzés megnyeréséhez, de azért a gödöllőieknek is össze kellett szedni a labdákat, és meg kellett mutatni, hogy be is tudjuk ütni, és utol tudjuk érni ellenfelünket. Most viszont ismét villám rajtot vettek a gödöllőiek. Kriegel összjáték! És megvan a gödöllői pont. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kriegel Zsófi hány pontot termel a mai napon. De ezt csak a mérkőzés után fogom megtudni majd. Ez a nyitás itt van. Hátsó soros a feladó, így mindenképpen a gödöllői a pont. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soros játékosok, akik hárman vannak, nem hajthatnak végre sáncot. És mivel a görög feladó hátsó sor köteles jelenleg, és hozzáért a labdához a hálószint felett, ezt lefújta a játékvezető. Gréti kiszorított helyzetben nem is tudja megoldani sajnos. Kilenc, négy. Csak 9-4. Olyan, mintha lemaradtam volna egy pontról, de nem. Krieger Évi másodszor. Blanco kap bele. Majd átteszik. Szélest. Lefülelik. Most megy a görögöknek. Megy. Egy picit megijesztettük őket az előző játszmában. Magukhoz is tértek ezáltal a vendégek, és most úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan elintézik ezt a játszmát. Blanco persze azért nyit egy 3,5 méteres autót. Ezzel ismét 10-5. Minden játszmában volt 10-5. Úgyhogy innen messze menő következtetés még nem lehet levonni. Na nézzük, hogy szervezik az akciójukat a görögök. Egyszerűen a zilált magyar blokkon megpattan a labda. Ez jelenti a 11. vendégpontot. És Lékó Lilla fog támadni, és majdnem pontot szerez. Német Zsuzsi érkezik, és most a vendégblokkon pattam meg a labda. 11-6. Na most még el lehetne indulni, és lehetne egy jó kis röplabdát csinálni. Hogy a kilátogatók és a kedves tévénézők még tovább élvezhessék ezt a találkozót. Széles úgy gondolta, rá kell ütni a labdára, hiszen nagyon könnyedén birkóznak meg a szervákkal a vendégek, de hát nyilván ebbe nagyobb kockázat is van. Felvállalta, sajnos elakadt a hálóban. 6 pont a különbség a két csapat között. Német Zsuzsi teszi föl. Szakmári pörgeti csak át. Megvan, nem ér hozzá a mennyezethez. Szakmári autra üti. Jó, 1,5 méteres autra sajnos. 13-6. És érkezik Hackl Szilvia Merkoszki Tündi helyett. Fiatalodik tehát a gödöllői pályán lévő hatos.
Akru Szilvi, 21 éves center játékos, akinek szintén oroszlán része volt az elmúlt bajnoki mérkőzésen kint Linzben, ahol 0-2-ről fordított a gödöllői csapat, miután Hakl és Luther Liza a pályára lépett. Egy nagyon picit szigorúnak érzem ezt az ítéletet, de a játékvezető szabálytalannak minősítette a görög feladó érintését. Legyenek csak szigorúak a játékvezetők. Azt a mindenit. Ismét Lukovics pályán kívülről, hármason kívülről, térfélen belülre. 14-7. Ludwig Zsolt időt kér. Lehetőségünk lesz még egy utolsó hajrára a technikai idő után. Pont van tehát a két csapat között, az Olympiakos Piraeus 14-7-re vezet a Challenge Kupa első fordulójában a Teva Gödöllői Röplabda klub ellen. Akkor, amikor Németh Zsuzsit blokkolják, a labda viszont a gödöllői térfélen belül ér földet. Ezzel 15 pontra nőtt a görögök pontjainak száma. Akkor Szilvi egy ejtés Blankóval szemben. Blankónak nem akadály, Szilvi sem, sajnos. Így az időkérés után két görög pontot láthattunk, majd következhet a technikai idő. Hátha valami megtöri a görögöket. De nem úgy tűnik, mint akiket könnyű kizökkenteni a kerékvágásból. A görög edző nem is foglalkozik különösebben a csapatával. Két szót mondott nekik, ebből valószínűleg ők értették, hogy csak így tovább. Ludwig Zsolt annál többet magyarázott tanítványainak. És egy végső erőfeszítésre kérte őket. Egy ejtéssel próbálkozik Krieger Zsófi, és bejön neki. Hát szinte amihez jó nyúl, az bejön. 16-8. De jó lenne még egy kicsit elnézni ezt a találkozót. Ez azt jelenteni, hogy a gödöllői csapat húzza az időt. Nézzük, ebből mi lesz jó a blokk, de nincs vége a labdamenetnek. Blankó teszi át. Hakl Szilvi. Szakmári, nézzük, alkarral jönnek csak vissza, potyalabda, ezt meg kell támadnunk. Egy ejtés, Blankó ismét felszedi, ezúttal leesik a labda. Na, ismét egy picivel hosszabb labda menet, és gödöllői pont a végén. Ezek azért mutatják a gödöllői csapat tartását. Eljön a blokk mellett. Évi érintését ezúttal nem fújják le. Németh Zsuzsi ütését viszont leblokkolják. 17-9. A görögöknek. Nem lesz ez könnyű Görögországban sem. Vélhetően. Ahol a görögöknek nem lesz elég csupán egy játszma, hiszen amint mondtam önöknek, a két mérkőzés teljesen különálló két találkozó. Amennyiben az egyiket az egyik csapat, a másikat a másik csapat nyeri, úgy ott a második mérkőzés lefújása után egy aranyszetre
kerül sor, ami 15 pontig zajlik, és a döntő játszma szabályai szerint 8-nál térfelet cserélnek a csapatok. Ehhez persze az kell, hogy a gödöllői csapat bármilyen arányú győzelmet szerezzem. Így a görögök nem vehetik félváról a találkozót 1-0 után. Hevesen reklamálnak, illetve nem is olyan hevesen, hiszen 7 ponttal vezetnek a görögök, csak próbálkoznak. De nem tudják meggyőzni a játékvezető párost. Miközben egy kettős cserét hajt végre Ludwig Zsolt, és visszahozza Csengerit és Luttert. Lejött a két Kriegel, Évi és Zsófi. Csak hogy az ABC sorrendet betartsam. Liza szerváját viszonylag nehezen fogják, és aztán egy mezőny. Nem volt lent. Hova leért Liza? Az az érintés jó, az viszont nem jó. Na. 18-12, csak 60 közte. Luther Liza második szervája következhet. A vendégeknél hátsó soros a feladójátékos. Figyelni kell a centerükre, az átlójukra és a négyes ütőjükre, tehát nincsen gyengébb pontja. Csengeri egy jó blokkal veteti észre magát. Ez még meg lehet Lizának, egyet még lépni kellett volna talán. Meg lehet ez a nyitás, meg is van. Szépen röviden támadnak vissza. Outra ütik. Hiába reklamálnak a lányok, ez sajnos egy jó fél méterrel csúszott túl a pályán. Így 5 pontra a mérkőzés és a játszma megnyerésétől. A görögök bravúrosan hozta vissza ezt Liza. Ezt mi bravúrosan nem tudtuk lesáncolni. 21-12, ismét az első játszmához hasonló különbség alakult ki a mérkőzésen. Ludwig Zsolt kikéri vélhetően utolsó idejét, és megpróbál még fél percben valami tanácsot adni a lányainak. Nem tudom, mire lesz elég. Ha 4-5 pontra elég lenne, már mi annak is örülnénk. Érkeznek vissza a csapatok a vélhetően utolsó pár percre. A vendégeknél a nagyon jó játszó Blanco a labdával. Nálunk pedig Csengeri, Szakmári és Széles az első sorban. Léko fogja ezt. Csengeri kiszorított helyzetben megoldja. Nézzük a sáncot. Széles Petra megmozdulását fújják le. Aki hozzáért a hálóhoz, igaz, nem a felső szegélyhez, de segítségül vette igénybe a hálót a labda megjátszása közben, ami szabálytalannak minősül. Blanco hosszú szervája. Gréti úgy érezte, hogy behullhat. A végére pedig egy csere, hogy Háfra Dominika is megérezze a Challenge Kupa atmoszférájának ízét, szagát. Reméljük nem 2 pontra áll csak be, hanem sikerül még legalább 1-2 pontot szereznünk. Luther Liza, Szakmári, megcsinálják. Megcsinálják bizony, 23-13. Nagyon hasznos mérkőzés ez mindenképp gödöllői oldalon, hiszen látunk egy görög csapatot, és meg tudjuk ítélni, hogy szakmailag mennyire vagyunk esetleg elmaradva Európához képest. Egy picit még előnyben van Európa, és a görögök
és a mérkőzés egyik legjobban játszó játékosa Lukovic szerválhat. Majd Háfra Dominika ütését blokkolják a görögök. Ezzel 25-13-ra véget ér a harmadik játszma. A mérkőzést az Olympiakos Piraeus nyerte meg 3-0 arányban. A visszavágóra egy hét múlva Görögországban kerül sor. Vélhetően ott is a papírforma fog teljesülni, és a Piraeus hazai környezetben kivívja majd a továbbjutás jogát. Persze mi abban reménykedünk, hogy ez nem sikerül nekik. A mérkőzés végeredménye tehát zárásképpen Tevagödöllői Röplabda Klub Olympiakos Piraeus a 2013-as Challenge Kupa első fordulójában 0-3, azaz 3-0-ra a vendég görög csapat győzött. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.